Gyerünk felhő, gyerünk. Gyerünk felhő, gyerünk felhő. Mindjárt itt lesz a felhő. Üdvözletem nektek. Sziasztok. Úgy alakult, hogy tavasz óta tudok tesztelgetni egy vákumcsöves napkollektoros medencefűtést, ugyanis az egyik kedves nézőm, aki a napkollektoros videót megnézte, rám írt, hogy egy hagyatékból neki megmaradt egy medencefűtésre kitalált napkollektora, és ezt odaadná nekem ingyen. Hát kaptam a kalkalmon, elmentem érte, elhoztam, és azóta próbálgatom, hogy hogy is működik. Ezt szeretném most nektek megmutatni. Valójában a történet ott kezdődött, amikor körülbelül 2 évvel ezelőtt csináltam a napkollektorokról egy videót fenn a tetőm. Utána meglehetősen sok megkeresést kaptam arról, hogy jó lenne ez különböző medencék fűtéséhez. Például kérdezték, hogy jacuzzihoz jó lenne, mert árammal fűtik a jacuzzit, és valami bődületesen sok áramot fogyaszt, és szeretnék kiváltani napkollektorral. Mivel nem volt semmi tapasztalatom, nem tudtam tanácsot adni, csak kételkedéseimnek adtam hangot, hogy valószínűleg nem elég egy ilyen ezt tavasszal felszereltem, és azóta tesztelgetem, hogy vajon hogy képes felfűteni a medencét. Hát nem nagyon. Miért nem? Egyszerűen matek. Van nekem egy nem túl nagy búfaló medencém, ami mondjuk jelenleg 4 köbméter vízzel büszkélkedik. Az ugye 4000 liter. Ez pedig 100 liter. Ami azt jelenti, hogy a 40-ede. Tehát 40-szer nagyobb vízmennyiség van ott. És hiába van ebbe 100 fokos víz, abban meg 20 fokos víz. A nyakor öntöm vele, az a tapasztalatom, hogy körülbelül 1-2 fokot emel a vízhőmérsékletén, ami végül is nem semmi, de majdnem semmi. Arra jó, hogy egy nagyon picit kellemesebb a hőérzet, hogy az ember bemegy. Illetve úgy vélem, több okból kifolyólag is, hogy sokkal jobb impulzusszerűen ráengedni ezt a 100 liter forró vizet, mert a folyamatos keringetésnél ugye az a baj, hogy bár valamennyivel több hőenergiát lehet a napból kinyerni, viszont a medencének a hőtartó képessége sokkal rosszabb, mint ennek a tartálynak. Ez hőszigetelt tartály, zárva. Az pedig egy hőszigeteletlen tartály, nyitva, ahol még párologni is tud, jó, persze le lehet fedni. Sokat segít, ha lefedjük a takaróval, de akkor is sokkal több hőt veszít a medence, hogyha cirkulálva van a meleg. És nem is ugye egész nap használjuk a medencét, hanem impulzusszerűen, amikor épp használni szeretnénk, akkor ráöntjük ezt erre az összes forró vizet, és akkor egy picit komfortosabb. Én ezt így véltem jónak, csak hát a kapacitása kevés. Kellene ehhez a kis 3 méteres átmérőjű medencéhez szerintem ahhoz, hogy érdemben lehessen használni, vagy 5 ilyen. Az 1/2 köbméter víz, az már jelentős hőemelkedéssel járna. Egy jacuzzihoz valószínűleg kevesebb kell, mert oda nem 4-5 köbméter vízről beszélünk, egy jacuzzinál szerintem 1-2 köbméterre ezt nem tudom. Meg hát természetesen úgy vélem, hogy az ember nem a 35 fokba akarja a medencefűtést használni. 35 fokba örül, ha még a medence nem túl meleg, hanem inkább a 20-25 fokba, ahol még jól esik a meleg víz. De tudni kell, hogy tavasszal és ősszel van ugye jellemzően ilyen 20-25 fok, bár a mai időjárások egész furcsák, de mégis maradjunk ennél. És ott ugye nincs akkora napsütés, nincsenek olyan hosszú nappalok, mint nyáron, tehát a víz is nehezebben melegszik fel. Ezért is indokoltabb, nagyobb ilyen
panel parkot tartani, hogy az ember fel tudja fűteni a medencét, illetve ha egyszer kihasználom mondjuk szombaton a 100 litert, vagy legyen 5 darab is, akkor 500 litert, másnap nem lesz benne megint 100 fokos víz. Így most ebben a 35 fokos hőségben, ami éppen most van, vagy közeledik mindjárt, mert még kora reggel van, így sem melegszik fel egy nap alatt 100 fokra. Pedig most adja rendesen, mert mondjuk egész komolyan fel tud melegedni. De most nincs rá nagyon szükség. 2-3 napig is eltart, mire rendesen átmelegszik a rendszer, hogy tudjuk használni. Tehát ezzel is számolni kell, hogy nem fogunk tudni minden nap kivenni belőle 100 litert. Mondjuk, ha van 5 darab, akkor már valószínűleg tud elég hőt termelni, de hát csak emiatt tartani 5 darab napkollektort, esetleg úgy tudnám elképzelni a rendszert, hogy ugye most is van fenn a tetőn nekem egy napkollektor, ami a fürdőszobában van bekötve, és abban is van 100 liter forró víz. Hát abban szerintem napi 20 litert nem használunk el. Most, a gyerekek fürdetésére este, mert annyira forró. Azt a meleg vizet már tavasszal is fel lehetett volna használni, mert akkor is már teljesen forró víz volt benne, de nem használtuk föl már akkor sem. Tehát annak a meleg vizét is ki lehetne esetleg gyerni, de ez csak úgy járható út, hogyha az összes rendszer együtt dolgozik. Tehát fenn a tetőn végig pakolunk 5 darab napkollektort, amit felhasználunk a fürdőszobába is, és felhasználunk a medencefűtésre is. Persze, ha van egy kis rizikó, ha elhasználjuk összeset a medencefűtésre, nem marad az esti pancsolásra. Valamit valamiért. Megmutatom, hogy én hogy raktam össze a rendszert. A csőkivezetések a szokásos kivezető csővel jönnek ki, bár meg kell hagynom, hogy ez a cső borzasztóan gyenge, és már kezd repedezni, de mint teszt üzem, erre tökéletes volt. Ezt a gyári szűrőt használtam, csupán azért, hogy ne menjen be semmilyen szennyeződés a napkollektorba, viszont ennek a szivattyúja végtelenül gyenge, nem volt képes felnyomni a vizet a napkollektorig. Volt megmaradva régről egy nyomásfokozó szivattyúm, amit csak úgy rátoltam ide a kivezetésre, mint látható csöpög is, ez nem szabályosan van rátéve, csak arra az időre, amíg letesztelem. Ez már bőven képes felnyomni ezt a kapacitást, ha bekapcsolom. Persze most nincs megnyitva a rendszer, mert visszafolyna a napkollektorból a víz a medencébe, és innen van felküldve a víz a kollektorba. Itt csatlakozik ugye a bejövő víz a tartályba, innen érkezik föl a hideg víz, vagyis hát a medencének a vize, és nyomja bele a tartályba a hűvös vizet, ezáltal nyomja ki a meleg vizet. Ide mindenképp kell egy golyós csap, ugyanis ha megnyitjuk, akkor ha nincs golyós csap, elkezd leáramolni a forró víz. Hallani is, hogy buborékol, megindul. Tehát az összes víz kifolyna a kollektorunkból, hogyha nem tennénk ide golyós csapat és nem zárnánk el. Itt pedig látható a melegvíznek a kivezetőcsöve, ahogy érkezik a medence hidegvize. Nyomja fel a tartályban található forró vizet, és itt pedig a forró víz folyik bele a medencébe, a gravitáció elvén. Itt fent pedig a túlfolyó látható, ugye abban az esetben, ha felforr a víz, gőz képződik a tartályban, mert képződik, hogyha nagyon fölmelegszik, itt tud kijönni a gőz. Hát ezt úgy oldottam meg, hogy rátettem egy slagot, hogy itt ne fröcsköljön a forró víz, mert az nem egészséges. Rátettem egy ilyen slagot, ami egészen a földig lóg, és a benne lévő gőz az gyakorlatilag le is fog csapódni ezen a csöven, és csak vízként kifolyik. Lényeg, hogy ne itt fröcsköljön a forró víz. Szóval sajnos ez a helyzet, hogy a medencét nem egyszerű fűtenünk, mert míg
árammal vagy esetleg gázzal akarnánk fűteni, eddig egy igen költséges dologról beszélünk, mert nagy hőigénye van. Míg meg napenergiáról beszélünk, addig meg az a nehézsége, hogy akkor energiát begyűjteni és tárolni a napból nem egyszerű. Vagy tényleg sok rendszerre van szükség, vagy elviseljük azt, ha egy kicsit hűvösebb a vízünk. Ez már mindenkinek az egyéni szabadságára bízom. Én köszönöm nektek, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tudtam vele segíteni. Iratkozzatok fel!